November 11-éhez, Szent Márton napjához számos néphiedelem kapcsolódik Magyarországon. Egyrészt a mezőgazdasági munkák befejeződéséhez, másrészt az advent közelettéhez kötődnek ezek a szokások, és aki ezen szokásoknak is nagy ismerője, a Sóstói Múzeumfalu igazgatója, dr. Szabó Sarolta, köszöntöm a stúdióban. Beszélgessünk egy picit részletesebben erről. Mit tudhatnak nagy átlagban az emberek, és vannak-e olyan kis részletek, amelyeket tudhat, aki utána néz? Természetesen a Márton naphoz sokféle szokás kapcsolódik, részben időjárás, jósló szokások, részben pedig mindenki ismeri, hogy Márton napkor ludat kell enni, de egy picit visszamenve az időbe, Szent Márton, ő egy katonaszent volt, és hát magyarországi vonatkozásai is vannak, hiszen Szaváriában, azaz a mai Szombathelyen született, és a Márton, Szent Márton kultusza egész Magyarországon ismert, és sok templom, freskó őrzi az alakját a templomokban, illetve helynevek is, településnevek is viselik Szent Márton nevét. Például itt a megyében csak Tisza Szent Mártonra szeretnék utalni. Talán ezt így elsőre nem is gondolják az emberek, amikor egy-egy település nevet meghallanak. A másik, hogy ez a nap tulajdonképpen, tehát november 11-e, ez részben időjárás jósló szokás, részben pedig ehhez a naphoz a sok ételfogyasztása kapcsolódik, hiszen ismert a Márton ludja kifejezés, ez részben kötődik a püspökhöz is, hiszen a legenda szerint a ludak árulták el, amikor nem akarta, hogy megválasszák püspöknek, mert egy rendkívül szerény ember volt, és mégis a ludak elárulták, úgyhogy mégiscsak megválasztották püspöknek Szent Mártont. Másrészt pedig a ludaknak a csontjából jósolnak például, mert amikor elfogyasztják a ludat és a melle csontja fehér, akkor azt gondolják, vagy arra következtetnek, hogy biztosan a karácsony az havas lesz. Tehát a karácsonyi időjárásra következtetnek a Márton napból, vagy van egy olyan mondás is, hogyha Márton jégen jár, akkor karácsonykor poroszkál, azaz vízben jár, tehát hogy a karácsony akkor nem lesz hideg, vagy ha Márton napja fehér lovon érkezik, vagyis esik a hó, vagy hó van, akkor karácsonykor nem lesz hó, tehát ilyen időjárás jósló szokások kapcsolódnak Szent Márton naphoz, de mint ahogy a bevezetőben is említetted, ezek régen a gazdasági év zárása is volt, ilyenkor hajtották be a gulyát, tehát a szarvasmarhákat a nyári legelőkről teleltetni, és ilyenkor a pásztorok körbejártak a faluban, és ott, ahol amelyik gazdának kint volt az állata a nyári időszakban, akkor oda Márton veszélyével betért, és a mondókát mondott, jó kívánságot mondott, és hogy tulajdonképpen, hogy egy termékenység elősegítését mondta el a mondókájával, és hogy minél többet fialjon a gazdának a malaca, a disznaja, tehát ilyen termékenységvarázsló szokások is kapcsolódtak ehhez a naphoz. Hát nem biztos, hogy ezt mindannyian tudtuk így azért ezt a több információt. Ezért akik számisztikával foglalkoznak, és biztos elgondolkodnak ennek a 11. hónap, 11. napjának, hogy milyen üzenete vagy jelentése lehet akár ilyen szempontból is. És hát gondolom a kedves nézők közül is már azért jó néhányan befizethettek valahová valamilyen mártonnapi vacsorára vagy lakomára, hiszen azért az éttermek, hotelek, szállodák ezt azért megragadták, és valóban egy mai napig fennmaradt szokást tartanak életben, ha úgy tetszik. Márton... Itt egy pillanatra még hagy térjek vissza a szokásokhoz. Nem beszéltünk az új borról, hiszen Márton napja az új bort is megmutatja, vagyis ez az a nap, amikor már az új bort meg lehet kóstolni, és eldönteni, hogy jó-e az az évi termés, vagy nem. És a bálok mellett, a Márton napi bálok mellett nyilván ez a
eszem, iszom is hozzá tartozik, tehát nem csak a ludaknak a libahús evése, hanem a italok fogyasztása is, hiszen úgy gondolták, hogy hogy aki ezen a napon nem eszik ludat, az egész évben éhezik. Tehát ezen a napon tulajdonképpen ez is egy ilyen analógiás varázslásnak mondható, hogyha azon a napon sokat eszünk, akkor a következő évben is évben sem fogunk éhezni, tehát sok étel lesz az asztalon, és Márton napon ezért kell sokat enni, meg inni is. A Sóstói Múzeum falu most nincs nyitva, de hát ez az elmúlt esztendőkben is így volt, hogy novemberben már nem fogadta a vendégeket, viszont mindig kinyitotta arra a napra. Idén nem. Hát idén nem, sajnos, illetve hát az építkezés miatt, hiszen a Sóstói Múzeum falu területe jelen pillanatban szinte csak nem az egész területe építési területnek számít, mert július 1-ével elindult, illetve bezártunk, és július az év közepétől elindult az a beruházás, amelynek eredményeként a Sóstói Múzeum falu a következő évben megújulva fogja majd várni a látogatókat, hiszen a bejárati épületünk bővül, egy kicsit megnagyobbodik, és komfortosabb körülmények között és a mai kor technikai színvonalán fogjuk tudni fogadni a látogatókat és beléptetni a múzeum faluba, hiszen ott lesz a jegypénztár, és az lesz ott a fogadótér a kiszolgáló egységekkel, és hát sok-sok parkoló is épül, egy raktárépületünk lebontásra kerül, annak a helyére jönnek majd ezek a parkolók, viszont készül egy új épület, ahol a múzeum faluban több mint 40 ezer tárgyat őrzünk a raktárainkban, ez a megyének a paraszti kultúrájának a tárgyi emlékeit. Talán ezt kevesen tudják, hogy nem csak a népi építészeti emlékek láthatóak és nézhetőek meg a Sóstói Múzeum faluban az áttelepített épületek révén, és a bennük lévő berendezések által, hanem komoly gyűjteménye van a múzeumnak, és hát ezeket gondoznunk kell, és most éppen csomagoljuk őket, hogy előkészítjük a költözéshez majd ezeket a tárgyakat. A beszélgetés végén ezt azért áruljuk el, hogy a szépen megújult, újjávarázsolt múzeumfalut mikortól látogathatjuk majd a tervek szerint? Hát a Sóstói Múzeum falu az egyébként is idén jelleggel működik, április 1-től október végéig, és hát Márton napkor nyit ki újra, és mi szeretnénk, hogyha jövőre is április 1-én kinyithatunk, és várhatjuk a vendégeket, és a húsvét lesz az első nagy rendezvényünk, ahová várjuk az érdeklődőket majd. Hát én nagyon jó munkát és kitartást kívánok, és köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen a meghívást.